Sziasztok! Hát ma úgy döntöttem, hogy kicserélem a kocsin a folytószelepházat, mert örökké ment ez az alapjárati ingadozás, és már nem tudtam rájönni, hogy mi lehet a baj. Hát valószínűleg a folytószelepháznak volt már off, valamelyik érzékelője döglött volt. Hát videót nem csináltam a cseréről, mert azért siettem, nehogy az legyen, hogy nem fog működni. Itt kint elég nagy a szél, de lassan bemegyek a műhelybe, és akkor ott el fogom magyarázni, hogy mit csináltam. Miket használtam föl hozzá. Na, itt vagyok a műhelyben. Elmondom, hogy mit csináltam igazából. A folytószelepházat elég egyszerű levenni. Itt van oldalt a Wogden. Ezt ugye elfordítod, ki tudod venni egy kicsit. Így elfordítod, és akkor ki tudod venni belőle a Wogdent. Azt kiakasztod, itt kihúzod hátul. Itt hátul kihúzod a Wogdent. Innen lehúzol egy csövet, innen is lehúzod a csövet, akkor itt egy csatlakozó, itt van egy csatlakozó, itt szokott lenni egy vak csatlakozó, attól függ, hogy milyen folytószelepházad van, és igazából ennyi, van három darab csavar, kicsavarod, itt, meg itt, és ennyi az egész. És akkor utána le tudod emelni a folytószelepházat. Most, hogyha nagyon koszos, akkor ki lehet mosni benzínbe, meg lehet pucolni. Úgy megnéztem a másikat, igazából ez kicsivel ramatyabb volt, ami a kocsim volt fent, úgyhogy szerintem nem is ártott, hogy kicseréltem, mert a másiknak például ez a rugó része sokkal erősebb. Amit átraktam. Itt is eléggé ez a folytószelepállás érzékelő. Elég ramacsul néz már ki ebben. Úgyhogy lehet, hogy ezek voltak a gondok. Valami biztos. Igazából nem tudtam kiolvasni, meg nem írt ki hibát. Csak mindig rossz volt az alapjárat. Ugye volt három darab léptető motorom, két magnet Marelli, meg egy darab VDU. Ugye ezeket mindig kicseréltem abba a folytószelepházba, de egyfolytában ingadozott az alapjárat. De olyan nem lehet, hogy három darab léptető motor is rossz, úgyhogy úgy döntöttem, hogy cserélem. Hát most úgy néz ki, hogy nagyon jól működik, de majd kiderül, mert múltkor is megszivatott, mert akkor meg az volt, hogy az első körben jó ment, fél napig, aztán utána megint elkezdte a hülyeséget. De már átnéztem mindent, vákumcsöveket, mindent átnézegettem, nem értettem, hogy mi a probléma. Úgyhogy hát hirtelen ennyi folytószelepházról, remélem érthető volt. Na, egy fatális hibát vétettem, mert erre azt mondtam, hogy a folytószelepállás érzékelő, ez a szürke, de nem ez a beszívott levegő érzékelő, ez pedig a folytószelepállás érzékelő. A léptetőmotor meg ide jön be, a likacskája, két darab torsz csavar tartja, és ezeket használtam. Hát ebből azért átpucoltam, meg ugye van ez a karburátor pucoló, ha ilyet nem kapsz, akkor jó a rezis hozzá, és minden csatlakozót mindig, amikor leveszek, visszarakok, mindig megfújom kontaktsprayvel, iszonyat sokat szokott segíteni, mert ezek az öreg autóknál mindig eloxidálódnak a csatlakozók, ez segít. Volt olyan, hogy a ködlámpa nem akart működni. Széthúztam, jól megfújtam, hogy ázott benne, visszadugtam, és már működött is. Na, most már tényleg sziasztok!